Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Úrnapja, vagyis Jézus szent testének és vérének ünnepe van. Az oltári szentséget művész ilyen megformált szövegek magasztalják, főleg amelyeket Aquinói Szent Tamás egyház tanító szerzett az Úr testéhez. Csak megtisztult lélekkel közelíthetünk, ezért tartunk bűnbánatot a Szent Mise kezdetén. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus,
Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad reánk, add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelen élvezzük. Aki élsz és uralkodol a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait, vagy sem. Sanyargatott és hagyta, hogy éhez, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek, hogy megtud, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaságházából, átvezetett a mérges kígyók és a skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagot. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplál, amelyet atyáid sem ismertek. Ez az Isten hívja. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, az áldás kelye, amelyet megáldunk, nem de Krisztus vérében való részesedés, és a kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.
Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert ez az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tájtása legyen bűneink, bocsánat. Kedves testvérek, nagy örömmel vagyunk itt együtt, mert együtt ünnepeljük az oltári szentséget, Krisztus testét és vérét, amely a szentmisében, az átváltoztatásban jelen valóvá lesz a kenyér és a bor színe alatt, és valóságosan itt marad közöttünk. Nem csupán emlékezetként, nem csupán kegyelmi hatásában, hanem valóságos jelenléttel. Hitte is vallotta ezt az ősegyház. Tanúsítják az evangéliumok, az új szövetség többi könyvei is. Kész liturgikus formula gyanánt és ünnepélyesen átadott hagyományként beszéli ezt el Szent Pál apostol az oltári szentségnek, az oltári szentség alapításának történetét. És az apostolok elbeszéléséből, tehát a hagyományból kapta a történetet. Már az ő szavaiból is kicsendül, hogy a valódi, reális jelenlétet vallja. Aki méltatlanul eszi ezt a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét mondja. Ez pedig a valóságos átváltozást fejezi ki. Ezért is voltak olyan fontosak ezek a szavak. Ezért volt olyan fontos és szent ez a cselekmény. Ezért kellett a keresztényeknek felidézniük az utolsó vacsorát, immár nem csak emlékként, hanem éltető, jelenlévő valóságként. És töprenghetünk azon, hogy hogyan van Jézus, az Isten fia abban az ostyában, a világ teremtő ura, egy picinyke anyagban, hogy tud jelen lenni, megoldani az emberi észnek a fényénél. Ezt a kérdést nem lehet csak hittel vallani, hogy az az Isten, aki megteremtette a világot, és a világnak a törvényeit, megteheti azt, hogy a meglévő törvényeket félretéve a kicsiny anyagi valóságba költözzön egy erhe felhatalmazott ember a pap szavai által. Kicsit olyan megrendítő ez, hogy a pap szavai által, egy ember által valóságosan jelen lesz Jézus Krisztus az oltári szentségben. Az oltári szentségben nem is az a lényeg, hogy hogy van benne Jézus, hanem az, hogy ezt a Jézust magunkhoz vesszük, a szentáldozások alkalmával, vele találkozunk, vele egyesülünk. Jézus nem véletlenül ragaszkodott ehhez a formához, egy étkezési formához kötötte a vele való találkozást. Mert gondoljunk arra, hogy az oltári szentséget, ha magunkhoz vesszük, az a pici ostya felszívódik szervezetünkbe, annak minden tagjába kiáramlik, és ez a lélekben is így itatódik be a szentáldozás által, az Isten fia lényünk minden egyes részébe. Ebben a szentségben Istennel
és Istenen keresztül egymással is találkozunk. Éppen ezért a szent áldozásban nincs helye a szeretetlenségnek, a bűnnek, ezért nem lehet haraggal a szívünkben megáldozni. Hiszen ha arra az emberre, aki két paddal előttem ül, haragszom, és utána mindketten áldozunk, akkor Krisztusban találkozunk. De milyen találkozás az, amikor még haragban köztünk? Talán Jézus az, akit a két haragvó ember közé lehet állítani, hogy mindkettőnek igazat adjon. Nem véletlenül mondta Jézus azt, hogy ha ajándékod az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy fele barátodnak valami panasza van ellened, hagyd ajándékodat az oltár előtt, menj, békülj ki elő fele barátoddal, aztán tér vissza, és ajáld föl ajándékodat. Kedves testvérek, a mai ünnepen gondolkozzunk el, a mi életünkben milyen helyet foglal el az oltári szentség. Valóban úgy tekintek rá, mint Istennel való találkozásra, ahonnan erőt meríthetek, vagy a közömbösség veszi körül számomra katolikus hitem központi eseményét. Ha úgy találnánk, hogy nem a megfelelő helyen van életünkben az oltári szentség, akkor sem szabad feladni. Mert Istennel mindig van lehetőség az újrakezdésre, és újra átgondolhatom hitemnek ezt a központi részét. És a mai ünnepen, imáinkban ne feledkezzünk meg hálát adni Istennek ezért a nagyszerű ajándékáért, melyet semmilyen emberi hatalom és tudás nem tud pótolni. Azt, hogy az Isten mindig velünk van. Nem hagy el minket. Jelen van az oltári szentségben. Amen. Most pedig valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istenétől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született de nem teremtény, az Atyával egylényegű, és minden által lett, kérjöttünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, testvéreim, ünnepi örömmel imádjuk az oltári szentséget, kérjük megváltónkat és jó pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket. Add Urunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében. Kérjük, hallgass meg minket.
Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet. Úgy nevelj minket az oltári szentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát. Add, Urunk, hogy szeretet lakomádra, a szent misére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk. Végül ne engedd, Urunk, hogy a szent útra való nélkül távozzunk a földi életből. Önts, Urunk, hitet és felelősséget fiataljaink és ministránsaink szívébe, hogy meghallják hívásodat, szólítod őket, és örömmel mondjanak arra igent. Istenünk, éveidnek örök pásztora, ki egyházadat sokszoros gondviseléseddel kormányozod és szeretettel igazgatod. Irgalmatban küld olyan főpásztort egyházmegyénkbe, aki életszentsége miatt kedves lesz előtted, nekünk pedig éved gondoskodásával javon próbálik. Urunk Jézus Krisztus, add kérünk, hogy a szent mise kegyelmeiben mindig bőven részesüljünk, és az oltári szentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, add meg egyházadnak az egység és a béke ajándékát, amelyet a felajánlott áldozati adományok titokzatosan jelképeznek Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a szellemeddel.
Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az utolsó vacsorán apostolaival együtt étkezett, és örökül hagyva üdvösségszerző kereszt halálának emlékét feláldozta önmagát, mint szeplőtelen bárányt, tökéletes dicsőíté ajándékul neked. E szentséges titok által táplálod és megszenteled hívő népedet, hogy a földkerekségen minden ember az egy hit világosságában éljen, és szeretetben forjon egyé. E csodálatos szentség asztalához azért járulunk, hogy boldogító kegyelmet töltsön el minket, és egyre jobban magunkra öltsük szent fiadat, Jézus Krisztust. Ezért zengi néked az imádás új énekét, minden élő a mennyben és a földön, mi pedig az angyalok egész kórusával együtt, hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével, éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával,
Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostoloiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásunkban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, és ezért mondjuk nagy bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amiben úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg magunkat. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, add kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Könyörögjünk! Kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Krisztus királyt, Urunkat, aki jelen van a kenyér színe alatt. Jöjjetek, imádjuk! Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, az utolsó vacsorán, miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, azután megtörte, és odaadta tanítványainak ezekkel a szavakkal. Vegyétek, és egyetek, ez az én testem. Azután a kelyhet vette a kezébe, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezek az evangélium igéi. A gabona javával táplálta őket, alleluja. Jó lakat. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, aki azt akartad, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének titokzatos szentsége velünk maradjon, add jelenlétét úgy tisztelnünk a földön, hogy boldog színe látására eljussunk a mennybe, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
Krisztus királyt, Urunkat, aki a Szent Misében értünk feláldozta magát. Jöjjetek, imádjuk! Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így tanított. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért, de más juhaim is vannak, amelyek nem ebből a zakolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáli lesz, és egy pásztor. Ezért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától. Ezek az evangélium igéi. Áldunk Krisztus! Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, amely az égből szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon. Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között, hogyan adhatja testét eledelül nekünk. Jézus ezt felelte nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amíg engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Ezek az evangélium igéi. Krisztus királyt, Urunkat, aki az oltári szentségben életünk, vigasztalásunk és üdvösségünk, jöjjetek, imádjuk! Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, ő pedig elkezdte a beszédet, majd beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottak. Ezek az evangélium igéje. Áldunk téged, Krisztus!
Kenyeret adtál a mennyből. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelen élvezzük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Engesztelésül a káromkodásokért és istentelen beszédekért. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anya Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
Kedves testvérek, még egy gondolat erejéig szeretném megköszönni minden kedves testvérünknek, akik segítettek, hogy ez az ünnep szebb legyen, akik szépítették, akik kitakarítottak, akik oltárokat díszítettek, és akik jelen vannak. Áldja meg magukat a jó Isten, adjon sok erőt, kegyelmet, és áldott szép vasárnapot!